videó. Az Edmundot megkérjük, hogy fújja fel a Luffy-t, és akkor majd segítek el. Segítek el. Össze is csomózza? Egyébként nem semmi, hogy hogy durran szét a Luffy, de majd akkor utána. Jó lesz szerintem nagyjából, Muti. Jó lesz. Jó, akkor ezt a Luffy-t elcsomózzuk. És akkor majd ez lesz a végén, az üvegolvasztásnak a végén. Jó? És ezt azért így felé tesszük, hogy ne legyen olyan. És akkor megpróbáljuk téged, hogy innen? Szabolcs. Na, gyere Szabolcs, te is a videón szerepelni fogsz. Ja. Szabolcsot megkérjük majd, hogy tartsa ezt a üveglombikot. És akkor, opá, és akkor gázlánggal ezt az üveglombikot. Aha, na, az ufira vigyáznom kell. Végére maradjon egy kis attrakció. Megpróbáljuk a gázlánggal ezt a lombikot hevégetni. Tartsuk ide vele, hogy a kamera ott szépen látszik, és akkor lassan forgatok a körbe. Egész szépen lassan. Ha szerencsénk lesz, akkor próbálok oda célozni, hogy így nyakához menjen. Ugye nem melegszik. Várja a lehetőség. Kicsit ilyen kiveszett, hogy lássuk, hogy volt a közése. Oké. Okay. Amikor látszik, hogy narancssárgás, akkor már képlékeny a Szabolcs, akkor Szabolcsot megkérjük, vagy most már jó, majd azt nyugodtan nézzük a közelre. Ha nagy vagy sárga már jó, akkor megpróbálom fölni rajta. Jó, na nézzük. Egyébként itt látod, hogy milyen jó vezeti a fényt az üveg. Itt látod, hogy sárgás van az üveg sárga. Megpróbáljuk a videóban is megmutatni, hogy hogy vezeti az üveg a fényt, hogy a lombiknak a szája az sárga, ez fényű. Ezt nem látjátok el. Igen. Nagyon jól látszik. Na, próbáljuk ezt a fújni. Ennyi volt a kísérlet, de megpróbáltam megfújni, és kipukkant az üveg. Látjátok ott a vége, jó? De nem fogjátok meg, körbe lehet adni, de szigorúan tilos megfogni, mert nem tudtam nagyra fújni. És akkor figyeljetek, megpróbáljam most akkor még egy durrantással lezárni, talán ő nem látta ezt, kimentén. Hogy kísérletet találtunk közben ki, hogy a Luffy meg a gáznál fogyha a kölcsön. És a tanúság, hogy vissza a lökés hullán elontotta a gáznát. Fönnmaradt a tápnál. Oké. Ott, mert... Ja. Egyébként érdekes, hogy ilyen teljesen másképp durran szép, mint hagyományosan, ettől a melegtől, mert sok ilyen apró, apró kis cafatra bomlik a Luffy. Jó, még megkapcsoljuk ki akkor a videót, mert folytatjuk itt a elektromos tekezt. Megmutatom egyébként, ez egy zárójeles kis kísérletezés volt. Mutatom már tovább, nem tudok ezt tudni. Na most ugye, van itt egy ilyen kis eszközünk, és ezen világra fog kiadni. Így igaz. Nagyon jól tudjátok. És hogyha így hozzáérünk, akkor megy majd a úgy megy majd a Wandergrad, ahogy mi szeretnénk. Igaz? Na most. Akkor figyeljetek, ezt a piros Wandergrafnak, ezt a piros részét, ezt megpróbáljuk ide mondjuk egy földelést megkeresni. Például csak azt kiválok, ha megmarad rajta. De. Kapcsolj az asztalhoz. Nézd már ide. Az asztalnál nem nagyon találok olyan, de itt egy földelést talán találok. Úgy igaz? Szuper, és kérdés van. Na, ki akar velem? Én. Jó. Én. Na most figyeljetek akkor. Haladjunk sorba. Jó? Ezt egyelőre leteszem. Na, bátran kijöhetsz. Jó? És akkor, hogy mindenki lássa a Wandergrafnak a működését, először ezt a búrát. Nyugodtan így erre gyere, mert nem is látszott a videóba. Ezt a búrát leemeljük. Jó? De jó. De jó.
Na, közben, aki akar segíteni, az... Te? Jó, fújsz egy lufit. Jaj. De ugyanolyan nagyra, mint ő. Jó? Jaj. És akkor megértitek, hogy a van legráf, az úgy csinál. Ez az. Közben, te kis szőkig is már jól tudnak. Rebeka. Gyere, te is, kivétszeres. Még, megy az még. Ja, nem megy a lépés. Na miért is lépés? Ugye, jó, ügyesek vagytok, ezt én gyorsan majd el. Kötözöm, és mondom, hogy te ezt is lehet, hogy lássa, látsz, hogy a videón, te meg így, jó lesz. És akkor tényleg, hogy jön a palettól. Palett, majd mondom, hogy mi lesz a túl mindjárt. Ezt elcsomózom, ügyesen. Jó. Na most. Azt mindenki csinálta már, hogy műanyag vonalzóval dörzsölte, és akkor töltéseket, igen. Hajat is, most a lecseréljük majd a műanyag vonalzót egy lufira. Jó? És akkor hogy én nem? Ha lesz. És akkor azt csinálok, mint, hogy így fogod a lufinak a két végét, így bátran nyugodtan megfoghatod, és akkor próbálni csavargatni. Nem kell úgy dörzsölgetni, hanem egy ilyen folytonos csavarás ebbe az irányba lépni. Úgy csavargass. Csak csinálj. Jó? Nem fogja betapni. Jó, biztos jól látszik a videó. Még kapcsolunk lámpát is. És akkor már látszik nagyon gyönyörűen. Jó, kicsit próbáld távolítani a lufit. Finoman távolítsd a haját a lufit. De közben forgasd is. Kicsit húzd el a haját a lufit. Jó. Húzd el, szívem. Úgy. De teker közben. Úgy, és kezdve még távolíthatod látni. De jó! Itt látszik nagyon szépen, hogy töltődik a haja, mert néhány szál így gyönyörűen ellátszik. Nagyon jó csináljátok, nagyon jó szeretők vagytok. Mindig rátapad a haja lufira, és mindig töltődik közben a haja. Ez a van legalábbnak a lényeg. De jó! Ilyet mindenki tud csinálni, ott van, akinek szép hosszú haja. Nekem is. Hát, oké, megcsinálom. Ugyes vagy. És hogy így még mutatom a videónak, ha ilyen ügyesek vagytok, vagy szaporán csináljátok, akkor egészen ügyesen így meg lehet állítani a hajból egy olvászát. Így meg lehet állítani a haját. Jó? És akkor végig ott marad, mert a töltések ugye így vonzzák egymást. Oké. Jó? Nézd meg, milyen sokáig töltés. Most kérd hozzá, Alex, mi vagy lehet át? Nem. Jó? Igen, de aki még akar segíteni, maradhat én. Jó? Hát, hogy maradjál a videón. Ez az. Na. Ugyanez ennek is az elve, csak a lufi szerepét, ez a gumitekercs, ez a gumitekercs veszi át. És ugye a töltések szép választódnak, mindenki jó csöndben marad, akkor hát hallunk is valamit. Mit hallunk? De körbejár ez a lufi, amikor tekertetek, töltések szép választódnak, és ennek a hatása micsoda? Hang. Igen. Na most hol hallod a hangot, vagy jönnek? Alex, hol hallod? Fönt a csapat. Meg mellett fogd meg? Nem. Na, bátran. Na. Mi ez? Ah. Van igen, hatásége. Jaj. Tehát ott a töltések átvisznek. Te kerültszel egy szemben. Na ki akarod neki az alkat? Gyere. Na tehát kipróbált ez a vanegráfot, hogy sok apró kisülés a levegőben, ezt hallatszik. De ha folyamatosan fogja, akkor nincs kisülés, igaz? Csak ha eltávolítja. Gyors. Hát akkor nem válsz, hogyha folyamatosan ott a kezed. Jó, úgy már érezni, ugye? Tehát ha nem érsz hozzá, akkor a levegőn keresztül a töltések ott sülnek ki. Jó? Oké, most egy kicsit csücsöljétek le. Ki fejti meg, hogy minek van ez a gombhoz? De maradhat te a legszor. Azért van, hogy átvegye ez is, és nagyobb szórást adjon a áramnak. Jó, tehát töltéseknek, esetleg a töltéseknek... Ez nagyobb, miért? Továbbítása. Megtartás. Jó, tehát sok töltést meg tudunk itt tartani. Visszatesszük, tehát működőképes állapotba hozzuk a Wanderráfot. Oké. Okay. Jó. Most akkor az Alexnek adjatok egy fénypénzt. Nálunk van? Már nála is. Jó, van itt nála. Mert ugye jobb az óvatosság. Ez az. Jó. Jó, megszorítod a fénypénzt. És én töltöm a Wanderráfot.
Jó, megpróbálsz meg fénypénzzel úgy közelíteni, szépen a videón is látszódjon, jó? De onnan nézd egy így oldalról, jó? Innen közelítesz, jó? Megszorítod, és innen közelítesz rá, jó? Na, közelítesz. Jaj. Hallatszik szépen a töltődés, közelíts bátra. Jaj. Van fájdalom? Annyira nem részes. Érződik, jó? Fénypénzzel bárki megcsinálhatja. Kisüti a fénypénzen keresztül, kifejti meg, hogy miért kell a fénypénz. Mert az jól vezeti az áramot. És hova megy a szikra? A fénybe. És nem a kezedbe, jó? Ki akarja kézzel kipróbálni? Lehet, bárki, gyere. Jó, hát ti kimaradtak, hogy egy nyugodtan lesz. Jó? Jó. Jó, most próbáld ki fénypénzzel, nem fog fájni. Ugye, hogy nincs érzet? Mert fáj rajta keresztül sül ki a kondenzát, hogy mi a van de graf. És levezet a térfelől. Szép, nagy egy centi szikrák vannak. Jó? Ki akarja pénz nélkül kipróbálni? Én! Gyere ide a videóra, nyugodtan látszódjál. Aki kézzel próbálja ki, akkor először próbálja így az ujjadat ráközelíteni. Jó? Mert begyöltse az izmod, és akkor így rá. Nem, azért majd megmagyarázod, aztán majd másod is, jó? Közelítesz már valamennyire töltött is. Nyugodtan, bátran. Jaj. Volt érzed? Azért érezted, ugye? Tehát volt egy kis szikra. Azért elrántja a kezét, mert fáj, igaz? Na most figyelj csak, ha nagyobb érzetet szeretnél, akkor csak be, akkor így. Jó. Így jobban fogja érezni? Igen. Mert végig. Itt mi van, és itt meg mi nincs annyi? Ideg, igaz? Most aki még érzékenyebbet akar érezni, hol van az arcon sok ideg? Az agyúban. A nyelvűben. Az órad helyén. A port. Aki bátor, még az órával is közel. Nem? Még bátor csak van. Jó, gyere, jó közel. Az érzékenyebb, ugye? Érzékenyebb. Tehát nem is tekerem, csak egy kicsit mozgató van egy ráfot. Most nem! Vigyázz! Tehát közelebb. Tekerem meg egyszer legyen. Ugye? És azért... Nem is előtt van. Hát azért bizseleg, ugye? Erősen. Na, ki az, aki az órával akarja ki? Lekérem. Gyere! A legti a vaját. Nem tekerem, mert nem akarok én neki rosszat. Most próbáld, hogy van rá? Jaj! Így is! Milyen úr? Nem is töltött. Ki akarja még az órával? Gyere! Na! Rajta eszted, ahogy innen van. Szóval mi megint ezt levegyek? Lehet. Magadon is hagyhatod is magadon. Jaj, de... Jó, ennyit tekertem csak lehet a keveset. Milyen van? Éreznénk, persze. Milyen fékel? Ügyes vagy. Na, zsibbad? Nem annyira. Egyébként, hogyha... A szőrszál. Igen, egyébként érdekes, hogy az idegek mennyire érzékenyek a szőrnek a tövébe. Szőr, ahonnan kinő, a tövébe rengeteg ideg van, és ahogy a... Látod, hogy fölállítja? Igen. Na most, figyeljetek, bátran ráközelítek úgy, hogy szőrös kézzel. Bátran. Mert nehéz a megfejtés, a szőröknél mi történik? Negatív elektronokkal összekapcsolódik. A szőrök leszívják a mezőből az energiát. Az érdekes. Jó, tehát nincs más felület, mint a sok szőrhegy. És a sok szőrhegy leszívja a töltéseket. Nem is lesz kisülés. Mert előbb hozzáér micsoda? A szőri filmhez, mint hogy kisül le valamiféle. Most sült ki. De itt nem volt szőr? Oké? Na most figyelj. Nagyon jó volt a haja a Rebekának. Jó, teszünk egy olyan kísérletet, hogy megpróbáljuk a Rebekát föltölteni. De Rebekának szigorúan, csücsül le, majd még csinálhatjátok. Rebekának szigorúan be kell tartani azt, amit mondok. Jó? Tehát más nem csinálhatsz, csak amit együtt. Jó? Föltöltjük a Rebekát, de baja nem lehet, csak figyelni kell, amit mondok. Na, kettő fölösleges. Nem szeretnénk fölösleges beszédeket hallani. Ez egy jó szigetelő műanyag, jó?
megkérjük a Rebekát, hogy ügyesen úgy álljon majd erre rá, hogy nem szokott meg. Így majd a sarkára majd segítek, jó? Jó. Megtanom a kezedet. Jó. Engem is megbír, úgyhogy semmi baj. Jó, akkor ezzel lazán így rátenyeresz. Nem kell nyomni, csak hozzáérsz, jó? Figyelj, én föl fogom most tölteni a Rebekát, de Rebekának arra kell figyelni, amikor föltöntődik, jó? Utána... Aja feláll. Reméljük, hogy feláll aja, majd közben majd így rázogatod, jó? De nem érhetsz semmihez hozzá, jó? Jó. Mert ha véletlen közben hozzáérni valamihez, akkor ott kisülhetsz, jó? Egyébként biztonságos a kísérlet, de közben nem nyúlsz semmihez, jó? Na nézzük! Hogy kisülhetsz? Töltődik-e Rebeka? Én már érzem, igen. Hát közel is vagy a ruhára. Kicsit tartsd a másik kezeddel le, az asztalnál kisül, és rázolj egy kis talaját. Kiválóan fog töltődni. Oda nézz, hogy átfogalják. A szőröm az úgy áll, hogy ajaj, oda nézni egy gyönyörű aján. Látod, hogy így rázolj. Még rázolj. Nagyon jó. Még rázolj. Bátran így. Égnek áll a hajt. Félek, miért nem kifejti meg, miért nem lehet baj a Rebekának? Mert mi történik a hajszálak végén? Ott kimegyek. Eltávozik a követ. Eltávozik a követ, és a levegőt. És hogy tudna azt megcsinálni, hogy eltávozik? Bár, nem tudom megcsinálni, mert a haj végek mindig elmegy. Egy ilyen értelme így biztonságos a kísérlet. Most mondjuk gyorsan megtekelni. Kopasz ember nem szívesen töltöget. Jézus! Mert mi lenne a baj? Sülés. Nem tud kisülni. Jó? Nem tud kisülni. Még rá. Jó. Dávid mehet. Nagyon jól csináltad. Figyelj, most nem kapkodunk. Csak ennek a lakosfőben. Most nem kapkodunk. Figyeljetek, most várunk, igaz? Mert a Rebekának elengedheted. Engedj nyugodtan, igen, de ne érj semmi ez. Most egy kicsit várni kell, amíg a haja gyönyörűen nézel ki. Nézzük el! Igen, szép sokáig tartja a töltést. Tehát amíg tartja a töltést, nem szabad nyugodtanod, addig kell várnunk, amíg egy kicsit a hajszálaknál. Hajszálak majd lapulnak, és ha lapulnak a hajszálak, akkor... Az jó híratalá is elmegyek az egyébben? Akkor... Nem tudom, volt itt nekem egy nagy szöge. Volt itt nekem egy nagy szögem, majd innen szedünk le egy kis a mezőből energiát. Hallottátok, hogy serceget? Nem kell félned. Fel van vizet. Kicsit veszek le, hogy nem? Rebekának veszek le egy kicsit a mezőjéből energiát ezzel a szögem. És akkor láttátok, hogy a haja egyből elapul, amikor... Volt a székről? Jó, most már lesz állsz nyugodtan. Mást is megfoghatod. Bum! Na. Jó. De azért még kell érni a szöges... Szöges mező levétel az működik. Figyeljetek, de most nagy csönd kell. Ekkor már nem halljátok a lényeket. Most szűnt ki. Jó? És hát, ha jól meg van töltve, akkor jó távol elkezdem leszedegetni a mezőből az energiát, mert itt a szögön keresztül összegyűjti a mezőből az energiát. Lehet így fokozatosan le lehet szúrizni, egy gömb alakú mező van, és folyamatosan leszívjátok az energiát. Ezek a láthatatlan mezők, ezeket tehát nagyon sok meglepetést kerthetnek, majd a ti dolgotok majd körülbelül majd ezt a gravitációval megcsinálni, hogyha odáig jutott a tudomány, hogy láthatatlan mező gravitáció is, és az is így tudok majd órán kísérletezni, az már milyen csodálatos. De és most ezt meg tudom csinálni egy kis fekete lyukakat mondjuk egy kísérletén. Hát bizony.